A Városi Uszoda és a gimnázium több funkciós sportudvara után újabb elemmel gazdagodott Tolna. A sportcélú beruházások sora teremtődött meg az elmúlt esztendőben, hiszen a Dunaparton és a frissen átadott játszótereken is létesültek hasonló, a mindennapos testmozgást segítő, szabadtéri eszközök. Berta Zoltán alpolgármester azt mondta, az igény szülte, hogy a város belevágjon ezekbe a projektekbe. Mindenféleképpen illeszkedik a város sportkoncepciójával, illetve a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium programjával a mögöttünk található sportpark, hiszen ez egy országos 2016-ban megindult program keretében jött létre. A beruházó az a BMSK ZRT volt, a Fejlesztési Minisztériumnak az ügynöksége. Ami program azt célozta meg, hogy a lehető legtöbb helyen bárki számára ingyenesen nyújtson testedzési lehetőséget, így nem csak Tolnán, hanem akár a környező településeken is találkozhatunk hasonló sportparkokkal, fitnessparkokkal. Nem csak a mi gondolatunk, ötletünk, nyilván ez látható, hogy országos igény is, de el kell mondanom, hogy az önkormányzati beruházásoknál is megjelentek ezek az elemek, hiszen ha visszagondolunk a Dunaparton megvalósult szabadidőparkra, ott is három fitness elem épült a játszótér mellé, a Vásártéren nemrégiben átadott játszótérre is telepíti, és kerültek ilyen fitness elemek, és úgy látjuk, tapasztaljuk az elmúlt időszakban, hogy folyamatosan használja is a nagy közönség ezeket a sporteszközöket. Ezek nem elsősorban nem gyermekek, hanem inkább a fiatalok és a felnőttek számára készülnek, az ő testedzésüket szolgálják. A város vezetése nem csak azzal törődött, hogy lehessen hol testmozgást végezni, hanem a szükséges edzésprogramokat is az érdeklődők rendelkezésére bocsájtotta, mégpedig mindenki számára ingyen elérhető módon. Városunk honlapjára felrakunk egy tájékoztatót ennek a sportparknak a használati rendjéről, illetve arra vonatkozóan, hogy milyen edzésprogramokat lehet megvalósítani. Ezt a Debreceni Egyetem munkatársai állították össze, honlapunkon elérhető ez a dokumentum, ahol korosztálytól, illetve sportpark mérettől függően lehet válogatni, csemegézni, hogy mindenki magának megtalálja azt a kis kondicionáló, erősítő programot, amit úgy gondol, hogy végre tud hajtani. Ez egy 90 négyzetméteren létrejött fitnesspark, ez az úgynevezett C-típusú, 4 osztályba sorolta a minisztérium a parkokat, ez az egyik legnagyobb osztálya ennek a programnak, itt 8 fitnesseszköz került elhelyezésre, látható módon fedett, alulról pedig egy ütéscsillapítós gumiburkolatot kapott. Mi úgy gondoljuk, hogy annyit szeretnénk a jövőben még itt fejleszteni a területen, hogy nyáron valószínűsíthetünk, bár most az idő egy kicsit szeles és hűvös, nyáron valószínűsíthetően azért ide fog tűzni a nap, ezért szeretnénk fásítani, jövőben árnyékot biztosítani a területnek, illetve hát látható, hogy ez a beruházás más sport létesítmények mellé került, hát szándékolt volt, hogy a lehető legtöbb szolgáltatást tudjuk egy helyen nyújtani, itt az uszoda, itt van mellette a gimnázium sportudvara, szeretnénk itt egy kicsit padokat kihelyezni, tehát egy kicsit a komfort érzet javítani, növelni. Annyit szeretnénk, még arról beszéltünk, jövőbeni terveink között szerepel, hogy a mögöttünk lévő sportpályához jó lenne egy megvilágítást adni, ennek jelenleg ugye nem kivilágított. Ugye most is már ugye az óra átállítás után 5 óra körüli időpontban elég sötét van, korlátos ezért ugye a használhatósága, ezen szeretnénk mindenféleképpen a jövőben javítani. A fitnesspark minden nap a lovarda vagy a magház nyitvatartási idejéhez igazodik majd. Amíg ott rendezvények vannak, a park látogatható. A tervek szerint a nyári időszakra, amikor hosszabb ideig van világos, megoldják a zárás kérdését úgy, hogy biztosítsák a kellő kihasználtságra a lehetőséget. Berta Zoltán azt mondja, folyamatosan érkeznek az igények a sportfejlesztésekre, és a megépült objektumok kihasználtsága a visszajelzés, hogy jó lépésnek bizonyultak az elvégzett fejlesztések.